Jó napot kívánok! Aranyosan, nagyon szépen köszönöm! Hát szóval az, hogy negyedszerre is engem hívtak meg, ez valami ünnep. Szóval ez nekem egy ünnep, és nagyon szépen köszönöm, hogy kíváncsiak arra, hogy ma mit mondok. És azzal, hogy továbbra is áll az az ajánlatom, hogyha bárki bármikor bármilyen kérdésben megszorul, akkor nyugodtan nekem írjon. A honlapomon tudják, hogy van e-mail cím, és nekem lehet írni, és ezt én nagyon szeretem. Feltehetően, hogy most a járvány kapcsán egyébként a kérdések megsokasodnak, és érzem is, hogy erről szó van. Bár a mai témánk nem erről szól, de ha azt mondjuk, hogy ünnepeink, mindenkinek a karácsony ugrik így be az agyába, család összejön, nem jön össze, hogy jön össze, tehát gondokat fog okozni. Én azért inkább logikus, több minden ünnepről szeretnék beszélni. Hiszen az ünnep az nem csak a karácsony meg a húsvét, hanem az ünnep az, amikor együtt vagyunk így is. Az ember, amikor, vagy most leültünk itt fél ötkor négy barátnémmal, az nekem már ünnep volt, mert a szegedi rötye összeült, és akkor az egy ünnepnap. Tehát az ünnep az tulajdonképpen magamnak csinálom meg, hogy legyen-e ünnep. Vagy aki már elmúlt 60 éves, hogy kelek föl, nem fáj a derek. Gyerekek, ünnepnap van. Tehát az ünnepet azt nem várni kell, hogy majd ötten fehér lovon, meg minden, meg pónikon bejön, hanem azt meg kell csinálnunk. És a szabványos naptáros ünnep is el tud satnyulni akkor, ha az ember előtte hónapokig dolgozik. Volt egy olyan, emlékszem rá, egy ilyen Magne B6 reklám, hogy szakad meg a nő, és hogy ne szakadjon meg az ünnepek előtt, szedjen stresszmentesítő Magne B6-ot. Szóval mondjuk ez lehet, hogy nem ez a legjobb megoldás rá. Sok minden ünnepünk van, és ezeket valahogy csoportosítani is kéne, hogy melyikkel, hogy mit tudok én tanácsolni. Nyilván vannak a teljesen obligált ünnepek, névnap, születésnap, egyebek, bár a névnapnál egy percre azért kell megállni, mert hogy a születésnap az egész világon mindenki megünnepli, a névnap az nem, az nálunk egy ilyen szokás, hogy a magyarok ünneplik a névnapot, de hogy a családban, a globalizáció, a családban van mondjuk egy angol menny, aki mondjuk April a keresztneve. Akkor egész áprilisban ünnepeljük, vagy hogy legyen, hogy egyáltalán ő tudja-e, hogy nálunk ezt ünnepelik. Tehát azt mondjuk inkább a saját magunknak szoktuk megtartani. Különböző évfordulók, húsvét, Mikulás, karácsony, ezek nyilván fölmennek. Ezeket most mindegyiket szépen elmesélem. A nők napjánál azért állok meg, mert ezt többször fogom ma hangsúlyozni, uraim, hogy egy nőt egy szálvilággal nem lehet megbántani. De erről majd még beszélünk tovább. Amiről egyáltalán nem fogok most beszélni, azok az egyházi ünnepek, mert ahány egyház, annyi fajta ünnepe van, hiszen a Bejhájtól kezdve a muzulmánval rengeteg fajta ünnepet tartanak meg, amihez én nem igazán tudom, hogy értek-e vagy nem értek, utána kell olvasni. Annyit mondanék el, ha az ember netántán ez az egész járványidőszak megszakad, és elmegy olyan országba turistaként, ami más kultúra, mint a miénk, hogy nyilván előtte elolvassa, hogy ott mi a szokás, és ha éppen mondjuk Ramadánra esik az a tunéziai ünnep, vagy a tunéziai turista útnak, akkor meg kell gondolni, hogy érdemes-e pont akkor menni. Tehát az ünnepekkel ott is tisztában kell lenni. Amiről viszont beszélek, azok a nemzeti ünnepeink. Mert valljuk be őszintén, hogy minden már megint zászlófelvonás ünnepi beszéd, valahogy az ember lenyeli ezeket, és nem igazán érzi, hogy mögötte ünnep van. Pedig szerintem, hát ha itt vagyunk ebben a kis országban több mint 1000 éve, 1100-nál is több. Ha valahogy azért valami miatt csak itt maradtunk, nem? Tehát valamitől csak mi vagyunk itt a magyarok, és ez elég ritka népség. Tehát nyilván vannak olyan ünnepeink, amiket nem árt, ha megünneplünk. Ami a nemzeti ünnepünk, a törvénye szerint 3 nemzeti ünnepünk van. Március 15-e, augusztus, október 23. Az augusztus 20 az állami ünnep is, tehát az ugyanúgy nemzeti, de az még ráadásul állami is. Ezekhez mindegyikhez kötődnek különböző jelképek. Március 15-én ugye a kokárda. Most a kokárda az érdekes, hogy az igazi kokárda tulajdonképpen az belül lenne piros, de valahogy így alakult, miért alakult ez, hogy kívül lett végül is piros a kokárda, mert mesélik, ez egy ilyen városi legenda, hogy mikor Szendrei Júliának szólt a Petőfi Sándor, hogy figyelj már, kéne egy kokárda, rohanok a pillvaxba, akkor azt mondjuk, hogy gyorsan-gyorsan vart neki egyet, és fordítva varta meg. Tehát azért maradt nálunk ez a fajta kokárda. A lényeg, hogy
erre büszkének kell lenni, mert a valahol a magyarságban ez az ünnep az, ami tulajdonképpen egy olyan nagyon csillogós ünnep, szóval nem elnyomtak minket, meg minden, hanem úgy hirtelen kinyílt a világ előttünk, rövid időre de legalább kinyílt, tehát ez nem volna szabad, nem volna szabad politikához kötni. Nekem az a borzasztó nagy mérgem, hogy a nemzeti jelképeinkhez politikát kötnek, pedig ennek nem volna szabad, mert akármilyen rendszer volt, minden évben volt egy március 25-e. Tehát az nem politika függő. Sajnos a kokárdával jártunk pont úgy, hogy talán a 90-es évek közepetáján volt egy olyan időszak, hogy aki kitűzte, az a magyar. Aki meg nem, az meg nem a magyar. Emlékszem rá, azt hiszem, talán a Metabeszédnél egyszerűen említettem, hogy Budapest aluljáró, március 17-én, vagy 18-án jött oda ekkora hozzám, hogy rajtad még nincs kokárda. Mondom, ugyanolyan jogom nem hordani, mint neked hordani. És akkor úgy megállt. Tehát akkor volt egy politikai töltete, én azt hiszem, hogy ma már nem volna szabad ennek engedni, és nem attól függ, hogy milyen óriási nagy az, hanem hogy egyáltalán érzem, hogy az ünnepet valahogy láthatni is kellene. Nem kéne szégyelnünk, mondom, sajnos az a pár év az leszette ennek a belső örömös értékét. És még egy mátyak, hogy ez örömünnep. Tehát ez hál' Istennek, hogy azért mai napig is még állami ünnepeinkkel is népi tánc, meg minden, tehát valahol örömmel ünnepeljük meg. És nem baj, ha ilyenkor a gyerek megtanulja, hogy mi az, hogy huszár, meg kard, meg minden. Ez nem demagógia, hanem annak az ünnepnek a velejárója. Augusztus 20, ugye, hát ennek rengeteg neve volt. Ez már volt az alkotmány ünnepe, Szent Kenyér ünnepe, Szent István ünnepe, tehát sok mindent ragasztanak rá, pont azért, mert valahogy szeretnénk, hogyha ez a magyarságunk valahogy tényleg, na most ezen a napon úgy igazán megvan. Ilyenkor leginkább az új kenyér ünnepe, most van ugye már ország tortája, és ennek kelljen mindig kenyeret tenni. Tehát valahol megmarad. És az állami ünnepünkön, ami a tűzijáték, mint olyan is ugye benne szokott lenni, tehát ezt valahogy a nagyon-nagyon fölpumpáljuk, ilyenkor kapnak egy csomóan kitüntetést, csak én mindig azt mondom, a kitüntetést azt nem kapják, hanem adják, de hát ez maradjon az én szerint véleményem. Október 23-a, ugye 56-os forradalmi eseményeknek az emléke, és a lyukas zászló a jelképe. Én azt mondom, hogy mivel még ma még él az a generáció, amelyik akkor azt átélte. Tehát én ezért mondom, hogy nem biztos, hogy mindenkinek egyértelműen pozitív ez az október 23-a. Van egy pár ember, akinek ez egy keserű ünnep volt, vagy keserű emlék volt. Persze agyilag az ember átáll és átértékeli az akkori élményeit, de nem biztos, hogy egyértelműen mindenkit rá lehet erőszakolni. Én a tolerancia híve vagyok. Megjegyzem ehhez csak annyit, hogyha tudnák, hogy hány fölkelő volt akkor, hát már Svájcig elértünk volna, hogy az mind tényleg, én fölkelő voltam, hát akkor már nem itt tartanánk, nem mindegy. Tehát 23. a lyukas zászló a jelképe. Ami általában, hogy az ember ne unatkozon egy ilyen nemzeti ünnep nézésekor, egy ünnepség nézésekor, azt javaslom, hogy de gonosz leszek most, keressék a hibákat. Ugyanis a piros-fehér-zöld például, mint nemzeti jelképünk, állami jelképünk, ez nem érhet le a földre. Mikor szalagot átvágnak, állnak 74-en, hogy várjál majd darabot, majd levágom is magamnak, majd állítom, és akkor nem még egy darabot meg, és akkor mit csinál vele utána, nem tudom, és a szalag vége meg leesik. Szalag átvágásnál első teendő, hogy a végére a két hosszú szőkelábút rászervezem, hogy elkapja azt a szalag véget. Tehát az nem érhet le a földre. Én már olyat is láttam, járda avatása, hogy egy hordót piros-fehér zöldbe tekertek be, és azt így guringálták a járdán, a piros-fehér zöldet. Tehát ez például, ez a elegánsan járdára leomló dekor. Hát tudod, de bele a kutyapiszokba mindjárt, szóval nem biztos, hogy az ember. Meg a másik, amit nézenek meg, ami szintén egy tőlem gonoszság, de hát ez szakmám, nem bírok ellenállni neki. Ugye az alkotmány szerint a lobogónk, a zászló, az piros-fehér-zöld vízszintes sávos, és nincsen benne a címer. Egy területnek a vezetője, tehát polgármester, miniszter előírhatja, hogy az ő teritoriumán legyen benne a címer, de csak ő kérheti arra a területre, akkor a címer függőlegesen metzi ezeket a mezőket.
Magyarán, ha ebből lobogó lesz, tehát föntről lefelé lógva jók, ugye amit olvasok föntről lefelé, azt olvasom balról jobbra, ha ebbe így rakom bele a címert, akkor az a címer fekszik konkrétan. Tehát így nem szabad belerakni. Akkor inkább mellé, fölé, alá, de nem rakom bele fekve azt a címet. Szóval mondom, hát az a, ez meg itt, ez itt egy mexikói zászló, ha jobban megnézik. Ugye aki ezt fölraktam, nem néztem meg, mit raktam fel. Ja, meg még egy apróság az október 23-ával kapcsolatban, hogy a október 23-a a forradalom beindulása, a fiatalok műegyetem mennek, és tényleg is csinálják, van mindig ilyen végtelenül deprimáló, ilyen zene van mögé. Pedig hát az november 3-án rendben lenne, de a 23-ára oda a más 5-éhez méltó hasonló ilyen forradalmisabbnak kéne lenni, mert akkor valami mégis elindult. Tehát állami ünnepeknél még egyszer mondom, én mondjuk szakmailag is nézem, hogy egyébként mit rontanak el, de nem szabad negligálnunk, mert az életünknek a részévé kell, hogy váljon, hiszen itt vagyunk magyarok. Na de vegyük a hétköznapi saját ünnepeinket. Ugye névnap. A névnap köszöntése az nagyon-nagyon nagy szokásunká vált, és ezt nyilván kollégáknak, nem csak a családban, hanem ezt munkahelyen is szoktunk köszönteni. Bár ez a munkahelyi névnapozásnak van egy ilyen átka, hogy főnöknek névnapja van. Köszöntjük, vagy ne köszöntjük? Hát köszöntjük. Dobjunk össze valamennyit. Ennek. Na jó. Ha mindenki, akkor én is. Na, akkor megveszik, ki vigye be. Hát vigyük be mind. Fogjad te. Jó, bemenne. Főnök, bocsássam meg, hogy zavarjuk. Engedje meg, hogy a kollektív a nevében boldog névnapot. Ez meg, hogy édes Istenem, és nem hoztam semmit. Most mivel kínálnak? Hát ez egy eléggé... Ha meg nem, akkor meg egyenként bosonnak be, az meg még rosszabb. Egyenként valami kis... Tehát nem kéne ez, hogyha a főnökkel megvan az emberi kapcsolat, ami sajnos ritkán van meg, de mégis szeretjük meg minden, akkor azt meg lehet úgy oldani, hogy főnök, bocsássam meg, vonnak pár perc, aki jön a konyhába, és akkor ott megköszöntjük, hogy csak úgy haverosan. Tehát nem kéne ebből ilyen nagy pufot csinálni. Egyébként pedig a névnap köszöntése, amit én a saját bőrömben érzek, ez leginkább a Facebookon bukik ki. Mert ugye nekem van pár ezer ismerősöm, jó, nem mindenki a közös családtagja, ma az csak egy ilyen szűk 800 fős. És akkor, hogy mit tudom én, Hedvig névnap, és akkor beírom a keresőbe, és van nekem 24 Hedvig. Régebben azt csináltam, hogy posztba beírtam, hogy köszöntöm a Hedvigeket, és akkor a gép benyomta azokat a neveket. Jött a válasz, hogy ez mennyire sértő, hogy csak ők föl vannak sorolva, meg hát, ha valaki kimarad. Hát mondom, akkor nem, akkor egyáltalán nem köszöntöttem. Akkor meg, hogy miért nem köszöntök. Szóval ez eléggé nehézkes, hiszen mindenki arra érzékeny, amiben éppen a leggyengébb. Úgyhogy most azt csinálom, hogy inkább nem köszöntök. Legfeljebb, hogyha tényleg közeli az a 6-800, csak az a tényleg a közeli, annak a messengeren esetleg köszöntök. De ez a Facebook, ez kihozza ezt a névnapozást. Tehát köszönteni lehet, na most a köszöntésnél ugye van ez a puszilkodzás dolog. Most ugye járvány, maszk, minden, tehát hál' Istennek, hogy vagy idegenek már nem puszilnak meg. Puszillak, édesem, puszi, puszi. Hogy ez hál' Istennek, ez talán most már kiment a divatból. De hát vannak olyan kapcsolatok, amikor nem árt a puszi. Na, a csókról, pusziról, mondanék én egy pár szót. A csókolózás feltehetőleg tanult viselkedés több emlős állatnál is előfordul. Magyarországon a férfiak közötti csókizálók, rokonok, barátok között szokás, idegenekkel nem. Kelet-Európában és közel-keleten a férfiak közötti szokás. A csók érzelmi kifejezés jele, ugye? De azért egyet elmondanék, ezt brit tudósok írták meg, hogy elsősorban a csók elsősorban stresszcsökkentő hatással rendelkezik. Egy kontrollvizsgálat eredménye azt mutatta, hogy a csókolózás gyakoriságának növelése a házas és együttélő pároknál érezhető stresszcsökkenést, az együttélési elégedettség növelését és, kapaszkodnom, koleszterin csökkentést okozott. Tehát nem árt a puszilkózás.
Tehát nyilván olyat puszilok meg, akivel érzelmileg függőségben vagyok, tehát akihez tartozom, és nem pedig a felületes, ugye a levegőbe puszilás. Magyarországon egy jobbra-balra kétszert vártunk csókot, de a franciák például már háromszor, oroszok is háromszor, tehát ez különböző kultúrákban változik. Egyébként pedig, hogy a csók nem mindig, tehát az érintés nem mindig a száj és a csók. A maoriknál például, ha találkoznak, homlókat meg az orrukat érintik össze, lecsukják a szemüket, és az orrukon át egymás lelkét érzik. Nem is háborúznak egyébként. A születésnap az maradjon családon belül, tehát a születésnap köszöntése még munkahelyen sem nagyon-nagyon szokás, nem kéne, hogy szokássá váljon, mert az teljesen privát ünnep. Megszülettem, kész, ennyi volt. A család az nyilván ünnepli, hogy na, ezt is megérte, ünnepeljük meg. De munkahelyen ezt én inkább azt mondanám, hogy inkább tartsuk meg a közelebbi kollégákkal, tehát ez ne legyen általános ünnep. Nem kell ezt nyilván tartani. Meg hogy hanyadik, azt megmondjuk, hát én mondom ma, az meg már egyáltalán nem nagyon kéne. Tehát a születésnapot azt nagyon, az úgy szokás, hogy az ember, hogyha szervez egy partit, akkor a meghív valakiket. Másik, hogy meglepetés part, hogy amerikai filmekben tudjuk, hogy hiten, és akkor haint el mindent, ott vannak százan. Tehát ez nyilván változhat, de én azt mondom, hogy a mi szokásunk az az, hogy arra valakit meghívunk. Vagy pedig, hogyha én szeretném őt köszönteni, mikor ugorhatnék fel hozzád megköszönteni, és akkor vagy ő elhív arra a napra, vagy nem hív el, hanem valahol máshol találkozunk. Tehát ez változhat, de úgy váratlanul nyilván, hogy még beszélek, nem ugrunk föl senkihez. Ma már nem szokás. Az évforduló, tehát házassági évforduló, megismerkedésünk évfordulója, első csokunk évfordulója, tehát attól függ, hogy a feleség mennyire szereti ezeket az ünnepségeket. Ez nyilván csak azokra, akiknek az évfordulója, azokra vonatkozom. Kivéve ilyen nagyon kerek ezüstlakodalom, vagy inkább aranylakodalom, gyémántlakodalom, amikor a család összeül és megünnepli a nagyszülőket, vagy dédszülőket. Erre csak egyet mesélek el, hogy milyen érdekes az élet. Mikor én nagyszüleim, apai nagyszüleimnek volt volt az aranylakodalma, nagypapa, nagymama ült egymás, mert csak azt mondta a nagypapa nagymamának, hogy mamuka, hagyd vegyem már most én ki a mellit, mert azt szeretem. Azt mondja, hát miért nem mondtad, mert én meg a combot szeretem. Úgy éltek le 50 évet, hogy nem tudták egymásról, hogy a másik. Azt hitte a másik, hogy mert ha én azt szeretem, akkor ő is azt szereti biztos. Hát inkább lemondott 50 éven keresztül arról, amit ő szeret, hogy a másiknak örömet okozzon, a másik meg ugye 50 évig azt tette. Tehát valahol azért a együttélésnek ez egy elég érdekes titka kell, hogy maradjon. A nőnap, mondtam, hogy erről sokat fogok beszélni, ugye a kommunista, moszkvista, bolsevista. Nőnap. Holott ezt végül is valóban a nőnapot nem olyan nagyon régóta ünnepeljük, és hogy valóban mozgalmi háttere van, ugye emancipáció és női egyenjogúsági mozgalom, de azért valahol beszivárgott hozzánk, és olyan 10-es évektől, tehát már azért vagy 100 éve, hogy itt van, és amikor a rendszerváltás jött 90-ben, kommunista. Ugye rendszerváltás megtörtént, az új kormány, Antal kormány hivatalba lépett, és ugye jött az első március 8. És bemegyünk, és sehol a fogföldi ibolya. Hát én, akkor szokott lenne egy fogföldi ibolya a szakszervezettől, a gondnokság széthordja, és nem volt. És akkor én a gondnokságnak leszóltam, hogy gyerekek, nem felejtettetek ki belünket, hogy nem most, nincsen virág. Hát jó, nem ettől függ, hogy most én kaptam a szakszervezettől egy fogföldi ibolyát, de valahogy úgy hiányzott nekünk. És amikor aznap egyes fiú kollégák suttyomba hoztak egy-egy kis hóvirágot, vagy egy-egy szálvirágot, mert a férfiak is érezték, hogy ezt azért úgy lehetne ünnepelni. A következő évben már 92-ben akkor már volt. Tehát ez egy évig volt ilyen, hogy nem szabad ünnepelni, de igenis, tessék szívesen ünnepelni. És nem azért, mert Klára Cetkin, meg Zoya Kozmogyemszkaja, hanem azért, mert a nők ünnepe, tehát elég sokat teszünk mi azért, hogy bennünket ünnepeljenek. Hát azért is, hogy ne, de maradjunk annyiba, hogy igen. Az anyák napja az nyilván nagyon-nagyon fontos, kivétel nélkül mindenkinek. Ilyenkor ugye a csoki, a virág köszöntése. Nagyon sokszor itt a fájdalom az az, hogy Skype-on köszöntik anyák napjáról Londonból. Tehát
fájdalom, de tudomásul kell venni, hogy ilyen van. És egyébként azt szoktam ilyenkor mondani, ha valaki megkérdezi, hogy mit tudom én, tényleg valahol, mit Lisszabonban dolgozik. És a mamájának anyák napja. És mondom, hogy a Nemzetközi Virágküldő Szolgálattal tud küldeni úgy egy csokor virágot, hogy a mamájának az aznap kiviszi az itteni virágból. Tehát ezt el lehet intézni, hogy őt megrendeli, átírnak, küldi, és akkor a mamá mégis kap egy kis szál virágot. Tehát valahogy az anyák napja az mindenkinek egy bensőséges lelki ünnep, és azt igenis nem nagy fölhajtással, de köszönteni kell. Mikor kell köszönteni? Hát névnapot, születésnapot nyilván leginkább annak a napján kell köszönteni. A névnap, de mondjuk előtte egy hét, meg utána egy hét még úgy belefér, de akkor szóvá kell tenni, hogy azt hiszem, hogy még beleesek ebbe egy hétbe, mondjuk öt nap múlva, hogyha mondom neki. A húsvét, mint ugye a tavasz ünnepe, nagyon-nagyon érdekes háttere van. A húsvétről külön gyűjtöttem ki egy pár dolgot, például a locsolkodásról, nem tudom, hogy tudják a locsolkodásnál, hogy miért a locsolkodás kötődik ez az ünnephez. Mert Krisztus feltámadása napján, vasárnap reggel, a jeruzsálemi asszonyok vitték a hírt kiabálva, hogy feltámadott a Krisztus, és a rómaiak, hogy ne kiabáljanak a nők, leöntötték őket vízzel. És ebből lett a locsolkodás. Aztán ugye a barka, mint jelkép. Gyógyításra, villámlás elhárítására, földbe szúrva férgek ellen is jó. Ezt se tudtuk. Jaj, lányok, nagypéntek, ha napfelkelte előtt megmosakszik, nem fog rajta a betegség. Nem tudom, a Covid ezt tudja, de majd ki kéne próbálni jövő tavasszal. A pravoszlávoknál például a húsvét nagyon-nagyon fontos ünnep, és ilyenkor ők kimennek a halottaikhoz a temetőbe, és a sírnál esznek kalácsot, ugye ez kulics, oroszul kalácsot, és vodkát isznak, nem keveset. Tehát ott ünneplik meg a húsvétot. A nyúl, meg ennek külön utána jártam, mert a nyúl, miért pont a nyúl hozza azt a piros tojást, ugye nem is tojik. Hogy akkor mégis hogy hozhatja ez? Németországból ered, nálunk csak a múlt században ismert a legenda. Eszerint Ostarának, a germán istenőnek volt egy színes tojásokat tojó madara, amely a gyermekek szórakoztatására nyullá változtatott. Más verzió szerint pedig dühében változtatta át a szárnyasát nyullá. A lényeg, hogy így kapott helyet a különböző kultúrkörökben a furcsa nyuszi, amely fészket rak és tojást tojik. Tehát Ostara nevéből származtatjuk egyébként magát a húsvét, ugye Easter, Oster, tehát a Ostara nevéből lett ez. Magyarán ez egy madár, csak aztán nyullá változott. A locsolkodással kapcsolatban, ugye húsvét és locsolkodás. Ez mindenkiben az a két fogalom összeugrik, és minden nő, jaj, locsolkodás, hova bújjak előle? A férfiak, hogy megint kell menni locsolkodni. Úristen, mi lesz? Szóval mindenkinek a púpa hátán, de mindenki tudja, hogy ez valahol úgy kéne, hogy ne hervegyen el az a lány. Nincs olyan édesapa, aki a saját kislányát ne locsolná meg húsvétkor, valljuk be őszintén. Meg a feleségét is. Hát a anyósához lehet, hogy nem megy el, de az a feleségtől függ, hogy ráveszi-e vagy nem veszi-e. Nem veszi rá. Hogy ezt hogy lehet kivédeni? Hogyha nem akarom, hogy egy X meglocsoljon, akkor már többit se szabad beengedni. Tehát eléggé zárt a dolog. El kell utazni egy ilyen wellnessbe. És akkor le van tudva ez az egész húsvéti locsolkodás ünnep. Megjegyzem, én nem tudom, hogy miért ment ez ki az divatból, vagy amikor a fiú jön és elmondja a versikéjét, utána szabad elocsolni. Szabad. Hova szabad? Tehát a fiú kérdezze meg, hogy hova öntheti azt a szagos vizet. És én mindig a fejemet tartom, mert a hajamból a legkönnyebb kimosni. Tehát akkor megyen a hajam, este meg megmosom, és akkor le van tudva. És amikor én még kamaszlány voltam, hát szerelmes típus voltam mindig. És ugye jött a húsvét, hogy a veres pityú eljönne meglocsolni. Ebben volt egy romantika. És akkor ugye volt sütemény kikészítve, üdítőitalok és egy vázába, hogy a rózsaszín jácintot azt a veres pityúnak tűzöm ki, lila az jó lesz a csőke Pistának, a sárga lesz a Sanyié, tehát az ember, kitűztük nekik a virágot, és kaptak egy tojást. Akkor még nem volt pénzről szó, tehát virágot kaptak, és tojást kaptak. Hogy a locsolkodás mégis megmaradt a mai napig, ez a rokon látogatással összekötött ígyunk egyet gyerekek című mozgalommá változott. Tehát ilyenkor
nagyon kell tudni, ugye zéró tolerancia, hogy azért ne csak alkohol legyen otthon. Szoktam ezt mindig mondani. Nagyon jó például a limonádé. Az írtó jól az üvegkancsóba. Én lefagyasztok mindig nyáron ilyen zacskóba, ilyen szemes gyümölcsöket, hogy szedermálna, minden egy-két citromkarikával, és ezt a fagyottat berakom ebbe a kancsóba, fölöntöm vízzel, és borzasztó gusztán néz ki. És limonádét kért. Limonádét? Az emberek ilyen fogatromboló, ilyen befisztetőket, ilyen kólákat szoktak inni. Limonádétól szép is, meg jól is néz ki. Nyilván ilyenkor van apró sütemény, hát a sonka hidegtálló dolgot azt inkább húsvét reggel szoktuk feladni, az nem olyan nagyon vendégváró étel, legfeljebb szendvics formájában. Tehát amikor az ember várolós, akkor nem vendégségbe várja őket, hanem locsolkodik, jön, elmegy fél óra. Tehát én azt mondom, hogy a húsvét reggele az a sonkás tojásos tál a családnak, de a locsolkodóknak már inkább apró süteményt, hogy könnyebben is boldogul vele. Na most, hogyha nem kocsival jön, akkor nyilván van alkoholos ital is, hát mert hogy van? Igyunk egy pálinka, igyunk egy pálinka. Na most ez olyan kb. 11-ig érkező, 12-ig érkező vendégnél még elmegy. De aki már délután jön, itt, annak azért már ne adjunk már még egyszer pálinkát. A délután térjünk át a kérsz egy kávét című műfajra. Tehát, hogyha lehet, akkor húzzuk ki a méregfogát ennek a rengeteges ivásnak. És hát nyilván gyereknek persze nem szabad adni, ezt mondani se kell. A gyerekeknek ilyenkor ugye a csokoládé, édesség, ajándék. Ajándékozásról meg azért akarok külön beszélni, mert van egy pár olyan gondolatom, amit szeretnék megosztani. Mikulás egyetem a gyerekek napja, tehát a szülők egymásnak Mikuláson nem igen szoktak adni ajándékot, barátok se egymásnak. Ez inkább felnőtt gyerek kapcsolatban szokott jelen lenni. És itt is változnak a szokások. Mert ugye eleve is, hogy a télapó. Ez még elmegy. De a Santa Claus azt már nem értem. Ugye, hogy van az a szerencsétlen Mikulás, angol száz területen karácsonykor jön. Mert nem ért oda addig, mint nálam a 6-án itt volt. Meg hogy a kéményen megy be, de hát nálunk meg az ablakba jön, nem az ablakba tesszük ki a cipőinket. Angolszászoknál meg ugye azért a kandallóra akasztják ezeket a vászon zacskó cipőket, vagy kijön a kéményből, berakja, már megy is el. De nálunk meg ugye az ablakba kell kitenni, és én mivel ez magyar szokás, szeretném, hogyha ez a szokás maradna meg, és a kisgyerek igenis ő saját maga eskák és 5 éves kicsi kezével pucolja ki a cipőjét. Hogy lássa, hogy az nem magától lesz tiszta, mondjuk, mint egy megoldás, és tegye ki az ablakba. Sokkal aranyosabb, régebbi szokás, de valahol ezt inkább kéne őrizni, mint ez a Santa Clausos őrületeket. Karácsony. Na most karácsonynál, hát nem sokára itt lesz már, karácsonykor ugye a köszöntés. Hiszen nem tudunk elmenni mindenhova. A család nyilván ilyenkor összejön. Bár szenteste, én szeretem, hogyha csak az a kicsi szűk család van együtt. Tehát már a lányom meg a vejem, azok majd a szentestét ünnepeljék otthon, és majd másnap jöjjenek el hozzánk. A szenteste az maradjon meg annak a szűk családnak az estéjének. És tessék szíves lenni műfenyőt alkalmazni, mert az élő fenyőt meg kell faragni, meg be kell tenni a talba. És az délután a hangulatot úgy elrontja, ahogy csak lehet, tehát olyan nagyon nem kéne, meg hogy már akkor hullik. És egy ilyen pedánsabb a feleség még a szenteste is porszívozza föl a szelszór tűleveleket. Én inkább műfenyőhíva vagyok, és az illatnak pedig egy vázába teszek ki pár fenyőgaljat, ami illatozik. Tehát magát a fát, azt, amit az ember csinál, nyilván jobb, hogyha az használhatóvá teszi. Régebben a hangulatot nekem a égő gyertyának az illata adta meg, ezt ma már ne próbáljuk meg. Tehát pláne műfenyővel ne próbáljuk meg, ma azért az nem éri meg, hogy az egész ház leégjen. Ma már inkább az elektromosokat, bár nekem mellett egy gyertyatartóban van egy rendes igazi gyertya letéve, és azt azért meggyújtom, azt az egy szál gyertyát. Ugyanígy van a csillagszóróval is. A karácsonynál... Hát a karácsony estét az töltse a szűk család együtt, és másnapra jön össze a nagyobb család is. Most ha a nagyobb család összejön, és erről majd akarok később is beszélni, egyszerűen hányan férnek el, hányan tudunk egyszerre leülni, hogy hívjuk meg őket, kik jönnek el.
Nem biztos, hogy pláne a járvány idején összejön a nagy család, mert járvány idején nyilván az ember az egészségét jobban félti annak a nagymamának, mint hogy elmenjünk hozzá. Tehát valószínű, hogy ez kicsit visszafog most, ebben az évben talán még visszafogottabb lesz. Ilyenkor lehet helyette köszönteni. Na most sokan próbálnak, ugye telefonon, Facebookon, SMS, Messenger, mindenbe. Nem kéne. Legalább a telefon, legalább a hangját halljam, arra kéne törekedni. Én pedig jó pár éve, már talán 10 éve is rászoktam arra, hogy én effektíve veszek képeslapot, kicsi kezemmel, tollal megírom, a borítékba bélyeg, és föladom postán. És ezen úgy meglepődnek az ismerőseim, hogy képes, ezer évben nem kaptam képeslapot. És még ki is teszik a szekrényre, hogy lássák, hogy ők kaptak ilyet. Szokjanak vissza rá, mert az embernek egy kézzel fogható egy kis ajándék jött, ráadásul az ő keze írásával. Tehát nagyon megéri, nagyon nagy örömet lett vele okozni, pont azért, mert ma már váratlan. Aki meg ilyen SMS-es írkét, hát az agybajt kapom, hogy jön ilyen kis ugye, kis fenyővel, Santa Claus, egy kis aranyos versikével, ilyen kis nagyon bugyugtával, és elküldik egyszerre az összes címre, ami a jegyzékükben benne van. Tehát ilyen tömeg érzéve, és akkor én látom, és azt látom, hogy ez nem nekem szól. Ha ezt nekem akarja, legalább annyit, hogy kedves Ibolya, és akkor tegye hozzá ezt a tindrérére, akkor azt mondom, hogy ne rám gondolt, hát ezzel, de mindegy. Tehát ez az ilyen, hagy szóljon, és egy szöveget elküldök 500 embernek, az nem köszöntés, az orbavágás. Tehát ha már köszöntöm, akkor őt köszöntöm, kérjük szépen. Tehát én azt mondom, hogy az üdvözlő lap az ebből a szempontból nagyon jó. Még a karácsony is annyit, hogy a karácsony, vagy a keresztény, elég nagy a keresztény világnak a területe, nagyon sok cégnél is ünneplik a karácsonyi partikat csinálnak a cégek. Ilyenkor a munkatársakat hívják meg, és ilyenkor a munkatársak, hogy buli lesz, eszünk, gyerekek. Nyilván akkor itt van büféasztal, italok, egyebek, de ha az ember egy ilyenre elmegy, majd ott dolgozom, és végre lesz egy buli, és szépen föl lehet öltözni. Itt arról már sokat beszéltem megelőző alkalmakkal, hogy a nő nagyon mini, nagyon dögös, nagyon piros. Az a fiú meg, na ingyen van igyunk. Lehet, hogy másnap a munkahelyén enyhén szólva szégyelni fogja magát. Tehát maradjunk meg, hogy legalább az eleganciákat őrizzük meg egy ilyen céges bulin is, hogyha egy mód van rá. Egyébként a céges buliken, évvégi céges buliknál sokszor van az, hogy a partnerüket hívják meg, ami egy ilyen reklámakció, hogy ugye meghívjuk a legfontosabb partnereinket. Ha ilyen partnereste van, akkor akkor házastársal kell meghívni a partneremet, mert hiszen ez estében nyúló programról lesz szó, és akkor már 6 óra után a feleséget vagy a férjét is illik meghívni. Ami érdekesség, hogy ilyenkor, mikor hogy állnak ott a háziak, 3, 4, 5, 6 ilyen fogadósor, akit meghívtak, az lép oda elsőnek, és bemutatja azt, akit hozott magával. Tehát akit viszek, azt mutatom be. Hogyha egy férfi van meghívva, ő lép oda, és bemutatja a feleségét. De bent már, mikor csomó ember ott van, ott már a férfiakat a feleségének. Tehát itt, mivel hoztam magammal, bemutatom, de egyébként meg a nőnek a férfit kell bemutatni. Ilyen partnerestéken pedig, ha lényeg a kommunikáció, tehát beszélgetni kell. És hogyha ott vannak a munkatársak is, hogy ők is ugye ismerkedjenek meg az ügyfelekkel, egyebekkel, összehozható, de a munkatárs akkor ne ő rohanjon elsőnek a füstölt nyelvér, hanem foglalkozzon a vendéggel, és a vendéget kísérje oda a büféasztalhoz is. Tehát ez, ha ilyen partnerparti van, akkor a partnerekről szóljon, és ne a céges munkatársakról szóljon. Ha meg a cégesek vannak ott, akkor meg nyilván együtt vagyunk, és akkor lehet bulizni. Ilyenkor belefér egy kis maszk, meg állarc, meg mit tudom én, tehát lehet egy bohókásra csinálni, csak a méltóságunkat azért igyekezzünk megtartani. Az új évet egyébként a buszsofőrnek lehet kívánni, zöldséges mariskának, tehát ez bárkinek lehet kívánni, szerencsére boldog új évet, ezt mindenki elfogadja, hiszen nem a magánéletében másztam bele, hanem csak boldog új évet kívántam. Igen, és hát ugye ez az e-mail, Facebook, SMS, erről már beszéltem, fel lehet használni ilyen kész kliséket, csak legyen ízléses, ez amit nehéz megtanítani. Tehát, hogyha van rajta fenyőfa, meg csillagok, akkor a csillagok nem mozogjanak így. Tehát valahogy próbáljuk visszafogni, hogy ne hújjon közben a hóesés, meg az őzike így kinézek. Szóval vannak az dolgok, amiket nem árt, ha az ember ízléssel próbál megválasztani.
Egyébként meg, amit én néha szoktam, hogy elküldjek, hogy direkt megkeresek olyan kis YouTube-on vagy a GIF-ben ilyen kis nótákat, ilyen kis ünneplősöket, ami aranyos ugyan, de nem ez a nagyon banális és nagyon csillogós, villogós dolog. Na, ajándékozás. Ugye nem minden ünnepre kell ajándékozni, de sokszor az emberben benne ajándékozom. Amit tudni kell az egyik, hogy az ajándékoz, aki érkezik. Tehát ha jön valaki hozzám, nem azzal fogadom, hogy de jó, hogy jött itt egy üvegbor, hanem megvárom, hogy ő az, aki jön, az hozza az ajándékot. Az ajándék egyáltalán mi legyen az ajándék? Kinek ajándékozunk? Akit megköszöntünk, és aki meghív bennünket utána egy, legalább egy kávéra, akkor igen. Tehát csak úgy, hogy, hogy boldog évnapot, várjam ajándékunk van, azt nagyon nem kell erőltetni. Ha meghív bennünket, akkor viszont kell vinni ajándékot. Az ajándék mi legyen? Erről nagyon sok kérdést szoktam kapni egyébként e-mailben, hogy mi legyen az ajándék. Tulajdonképpen az egész bazalanyos, és azért örülök, hogy most még csak október van, mert karácsonyig még el tudják intézni azt, hogy azt adjanak neki, amit ő szeretne kapni. Tehát figyelni, hogy előtte egy-két hónappal mit dicsér, meg melyik kirakatnál áll meg jobban, mi hú, ez a könyv, ez még nincs meg. Tehát mi az, amiről ő beszél, mert azt kell neki adni. Mert aki ajándékoz, azért ajándékoz, hogy örömet okozzak vele. Azért adjuk oda. És hogy azt kap, amit ő már régen szeretett volna, akkor azt köszöni meg, hogy én figyeltem arra, hogy ő mit akar kapni. És mivel azért, amikor ajándékot kap, azért, amikor megkapom, tudnom, hogy azért adják, hogy annak én örüljek. Tehát kibontom és örülök. Éneklő koszorú a ajtóra. Hely, de régen szerettem volna én már egy ilyet. Legfőjebb becsomagolom, elrakom, aztán majd valakinek jó lesz, gyerekek. Tehát amikor kibontom, akkor annak örülni kell, mert azért adják, hogy örüljek. És a másik, ami nagyon-nagyon utóbbi 15-20 év terméke, hogy minél drágább, annál jobb. De ez nem biztos, hogy igaz. Én azt mondom, hogy ha kell egy mosogatógép, vagy egy új tévé, akkor a család megbeszélheti, hogy most akkor nem veszünk semmit egymásnak, hanem megveszünk azt a mosogatógépet, rendben van. De azért, ezt és a férfiaknak mondom, mert nekik nincs erre húzalmuk, hogy azért a feleségnek, ha más nem egy csokit, vagy valami apróság. Mert a nő tudja, hogy most nem adunk, de ő azért valami aprósággal készül. És a férfiaknak is tudni kéne, hogy ilyenkor jó, hogy megvan az a mosogatógép, de legalább egy kis valami kis aprósággal. Csak egy kis pincurkával, hogy na akkor azért mégis egy kis ajándék. Nem baj, ha ez egy brill gyűrű végül is, az is kicsi. De hát ezt csak viccből mondtam, persze. Tehát az ajándék lényege, hogy aki kapja, az annak örüljön. Tehát olyat kell kitalálni, tehát utána kell járni. Én azt mondom, még mindig azt mondom, hogy a könyvben nem lehet csalódni. A könyv az mindenkinek jó. Vagy azért, mert tényleg szeret olvasni, vagy azért, mert illik örülni neki, mert sokszor nem mindenki olvas. De szerintem a könyv ajándékozása az nagyon szépen benne van a mi kultúránkban. És a csomagolás. Hogy leginkább kihegyezte, hogy ő tényleg ezt szeretne kapni, mert erre a hajszárítóra vágyik. És akkor a dobozostól berakom egy ilyen zacsiba, hogy tessék. Hát az a zacsi. Azt csomagoljuk be. Higgyék el nekem, hogy a csomagolástól nagyon sok minden múlik. Egy doboz csoki is, egy olyan kis kreppapírba, kis raffiamadzaggal, egy kis művirággal, vagy egy kis szalmadísszel, vagy egy kis kártyával, amit én rajzoltam hozzá, személyessé teszi, hogy ezt tőlem kaptad. A csomagolással lehet elérni azt, hogy emlékezzen rá, hogy ez tőlem volt. És ezek a nagyon-nagyon-nagyon nehéz, ma már szép papírokat kapjunk, ezek az ilyen hajszálvékony, állandóan kiszakadós csili-vili papírok vannak minden áruházban. Én megmondom őszintén, én krepppapírt szoktam venni, mert a krepppapír az nem szakad el olyan, és jobban lehet úgy kicsit meghúzogatni és kicsit fazonírozni, kis rózsába összefogni, tehát gusztusosabb lesz tőle. Ja igen, hogyha meg ez az elszakadós papír, és könyvet kell becsomagolni, akkor vágjunk ki 4 karikát, tegyük a könyv 4 sarkához, aztán kezdjük el behajtogatni, mert akkor nem fog a sarkánál kiszakadni, ezt csak úgy mondom, hogy ötletnek. Hogyan adjuk át, hogyan fogadjuk, tehát amikor átadom, nem azt mondjuk, hát elég drága volt, de remélem, hogy tetszeni is fog, vagy hát csak erre futotta. Tehát ne rúgjak mindjárt a saját magam fenekébe, hanem adjuk át úgy, hogy
hogy örüljenek. És azt mondja, ugye örülsz, mert azért hoztam. Szóval nem kell ilyeneket rátenni, hanem azzal a gesztussal, hogy én most örömet akartam neked okozni. És hogyha, mit tudom, hogy valaki egy cserepes világot ajándék, lehet, cserepes világ az lehet ajándék, de nyilván akkor ilyen kis kaspóba kell, és nem ilyen kis elefántos, hanem valami semlegesebb kaspóba teszem. És az a pöcök, hogy mi a neve, meg hogy kell öntözni, azt benne hagyom, de az árát azt már ne hagyjam benne. Cserepes világnál nagy átok szokott lenni. Általában az árával is ugye gond szokott lenni, hogy a termékek szóval olyan diszkréten, ilyen így ráteszik diszkréten. Na most ezt legalább annyira szakítsam le, hogy az ára ne látszódjon. De a blokkot az azért tegyük el, hogy valakinek pulóvert veszünk például, vagy egy sálat, vagy egy cipőt, vagy ilyesmit, azt mi tegyük el azért, hogy miután megnézte, megörült neki, haj de jó pontját akartam, fölpróbálja a csizmát, és nem jó rá, akkor mondhatjuk, hogyha gondolod, akkor ki lehet cserélni. Tehát nem mindjárt adjuk, hogy mellette van a blokk, ha nem tetszik, akkor... Tehát ez önvédelem, hogy a magamnak azért legyen meg az a tartalék, hogy ha mégse lesz jó neki, majd akkor segítsek neki ezzel a számlával végül is. A céges ajándékról nem beszéltem még, ugye évvégén a cégek azok ajándékoznak. És megindul oda-vissza áramlás, pedig nem kéne, hogyha ajándékot küld nekem, és én nem készültem neki az idén, akkor föl kell hívni, vagy írni kell neki, és meg kell köszönni, és majd jövőre fölírom a listámra. Tehát nem kell a postát azzal virágoztatni, hogy oda-vissza vigye a csomagokat, hanem akkor inkább majd a következő évben. A másik pedig, hogy a céges ajándék átadása. Segéd tudományos munkatárs megkapja, hogy Zolika, akkor te viszed az ajándékokat. Telefon, jó napot kívánom. Csak egy pár percet szeretnék a vezérigazgatótól kérni. Egy 5 perc lenne szüksége, milyen és ilyen cégtől. Jó, akkor jöjjön holnap 10-re. Bemegy. Jó napot kívánok. Ez és ez vagyok a cégtől, ha meg egy percre jöttem. Csak foglaljon helyet, kér egy kávét. Á, nem, én most köszönöm, nem, én csak a... Szeretném boldog új évet kívánni. Jaj, köszönöm, tényleg nem kér egy kávét, nem na viszontlátás. Mind a két fél úgy szenved, mint a kutya. Én azt mondom, hogy ne vigyük, hanem küldjük az ajándékot. Ugyanis meg az is elképzelhető, hogy nem fogadhatja el. Nagyon sok állami cégnél, meg magáncégnél is rendelet van arra a cégen belüli rendelet, hogy nem fogadhatnak el ajándékot. És nincsen az, hogy mit visszakapni, hogy én nekem ezt nem hozza. Tehát előre meg kell tudni, hogy mit szeretne kapni. A másik meg, aki céges ajándékban, hát rengeteg cég foglalkozik kell, ami rendesen ilyen jó dosszién, így jó föl van logózva. Alul expert kb. Ezt adni idegennek nem jó, mert ő nem lesz azért reklámhordozóm. Tehát, hogyha a céget akarom, akkor azt belülre és mély nyomással, mert különben ő ezt soha nem fogja használni, mert ez nem az ő cége. Meggondolandó, hogy mi legyen az a céges ajándék, meg a céges képeslap is. Ugye multiglobalizáció, multivilágban élünk, tehát karácsonyi képeslapra is soha nem javaslom azt a cégeknél, hogy bármifajta keresztény jelkép legyen rajta, mert nem minden partnerük keresztény, hanem Rügel téli látképe, tehát valamilyen semleges téli valami dolog rajta, mert effektív a keresztény jelképeket csak annak lehet adni, aki valóban azt ünnepli. Tehát a céges ajándéknál küldjük és ne adjuk, és a másik pedig, hogy az december 31-ig oda kell juttatni. Ha január 7-én kapok egy dossziét meg egy tollat, akkor mire gondolok, hogy maradt nekik. És fussam még, tehát az év végéig el kell vinni. Egyébként a céges ajándéknak a legelegánsabb megoldása, nem egyszer találkoztam már szerencsére vele, gyönyörű szék képeslap, téli tájkép képeslap, benne a szöveg, kellemes ünnepeket kíván, és boldog új évet az ilyen és ilyen cég, és ahol apró betűkkel, hogy az ajándékra szánt összeget ilyen és ilyen jótékonysági alapnak ajánlottuk föl. Milyen elegáns, nem? Ami meg még áthidaló, hogy se ajándék, se azért valami mégis legyen, olyan partnerparti, amit már november 30-ától folyamatosan bármikor meg lehet tartani, évvégi záróparti gyanánt, hogy a vacsora, muzsika, tánc, buli, minden, és távozásnál mindenki kap egy üvegbort, céges bort például. És akkor le van tudva, akkor a céges ajándék is megvolt, meg a partner találkozó is megvolt. A cserepes világnál már kezdtem mondani, hogy a világ is lehet ajándék, de a világról nem tudom, hogy beszéltünk-e már, hogy a világnál is sok több gond van. Mi legyen a virág? Hány szál legyen?
Na most, hogy hány szál legyen, ha csak egyfajta virág, tehát csak szegfű vagy csak rózsa, akkor számít, hogy hány szál. Akkor 11-ig páratlan 12-től ugye tucat, onnan már páros. Ha valaki speciál 25 éves, akkor kaphat 25 szálat egyébként, de alapjaiban 11-ig páratlan 12-től páros. Miért lett páratlan 11-ig? Mert Mária Terézia kertész eljött rá arra, hogy páratlanból szebb csokrot lehet csinálni. De csak úgy titokban meséltem el. De ha több fajta a világ, tehát vegyes csokorról van szó, akkor nem számít, hogy hány. Tehát egy ilyen kis ilyen Biedermeier csokornak gömbölyül, megszámoljuk egyenként, hogy hány van benne, nem, hanem a kompozíciót nézzük. Hogy mi legyen a világ, amikor a macerás, mindenek a macerák könyvemet írtam, kerestem ilyen régi világjelképeket, Verbena a tisztaság jelképe. Én most sem tudom, melyik az a Verbena. Tehát nyilván ezek a jelképek már nem olyan nagyon élnek. Ami megmaradt, az a fehér lilium, de sokan nem tudják. Egyetemistákhoz elmegyek egy szakkollégiumba, az ember oda persze ingyen megy, a diákok honnan lenne pénzük, és a végén kapok tőlük egy szál liliumot. Mondom, de rég volt ilyen a kezem. És akkor miért, tanárnő, nem szép? Hát szép, de tudják, mit jelent? És nem tudják. Hát mondom, Szűz Mária, Szent Margit, Szent Erzsébet, a szüzesség jelkép. Tehát ezt inkább mondjuk anyósnak ne adjunk. A másik, ami jelkép, és ez nemzetközileg tényleg szanaszét jelkép, hiszen a lilium az inkább a keresztény világra jelkép, viszont a másik, ami az egész világra, az a vörös rózsa. Az érzelmi függőség jelképe. De ha a lányok, mi kapunk egy pasitól 100 szálat, az mit jelent? Az a pasi gazdag. De az ember kap egy szálat csak úgy, hát azért az más szokott jelenteni. De mindam érzelmi függőség jelképe. Fölhívott egy 21-22 éves forma fiú, hogy először megy fel a barátnője szüleihez bemutatkozni, és akkor hát ugye vinni kell mamának, a lány mamájának vízvilágot. Nagyon jó, elég, 3 szál elég, jó van. Papának, mit figyel, nagymama is van, meg még 2 húga. Mondom, az egész családnak nem kell ilyenkor, csak a mamának kell vinni, a többiek nem kapnak semmit. Majd ha utólag mégis megmarad a kapcsolat, pár hónap után kiderül, majd akkor, ha meghívják egy vacsorára, majd akkor vigyen a papának is egy üveg bort. De mindenkinek egyenként nem kell ajándékot vinni. A virágot azt nem adjuk át papírba, ezt tudja mindenki. De a cellofán is papír. Ilyen hosszú, zörgő-börgő tárgy az nem virág, az csak egy ilyen, majdnem kimondtam, micsoda. Tehát abba odavinni, de mielőtt átadnám, az így lehúzigálom így körbe. Körbekre, papír körbe, az már úgy lehet, de zártan nem adunk át virágot. A másik meg, hogy ezt a virágot, pláne hogyha valami mondjuk hivatalosabb partner hívja meg az embert vacsorára, akkor ezt előre lehet küldeni is. Az írta elegáns, hogy úgy küldeni előre, névegykártyával, és azt előre küldeni. Ha az ember lánya ilyet kapna netántán, ki tudja, milyen világ jön még, ki kell rakni egy vázába, és rátenni a kártyát, hogy lássák, hogy ki volt az úriember. Ezt így kell csinálni, előre kell küldeni. És nem pedig jöttél, megyek a vázáért, hozom a vázát, mert az úgy már nagyon bonyolult lenne. A cserepes virág az tárgyi ajándéknak számít, és ezt át lehet adni becsomagolva is, mert sokszor ilyen télen pláne ez a virágnak a minőségét ugye jobban megvédi. Asztali díszekről, amit tudni kell, ugye ünnep ugye asztali díszítés, akarom majd erről meg egy pár szót beszélni. Az asztalon levő dísz, az sem étkezésnél, sem hivatalos alkalmakkor nem lehet illatos. Ilyen finom kis fokhagymás jókai bableves, mondjuk fréziával. Tehát nem mindig passzol össze a dolog. És ennek az asztali virágdísznek nem szabad benyúlnia, mert akkor az egymásra szemben, hogy látsz, nem látsz. Mindenképpen zavaró lesz, tehát inkább azt mondom, hogy alacsonynak, picinek kell lenni. Lakás dekorálása, ez most megint kapott egy ilyen új lendületet, hogy mindenhova, az egész utcát egyfolytában kifizek. Minden égjen, minden világítsa. Minden cseresznyefa, mindenre végig hadcsillogjon. Ugye a fény ugye az ördögöt űzi el, tehát nyilván, hogy van mitől félnie neki. De meg ezerfajta ilyen lakásdísz ipar alakult ki. Vannak nagyon aranyosak, nagyon szépek, de vannak borzasztók is. Tehát ilyenkor nem az a lényeg, hogy a lakás összes négyzetcentiméterét fölvirágozzam, meg fölfagyonyozzam, mert akkor nem férünk el a lakásba.
Tehát azért lehetőleg közlekedés akadályokat ne csináljunk vele, és én szerintem a kevesebb a több. Hát az hogy néz ki már, mint egy komplett virágbolt, nem? Tehát azért az ízlés, ez megint olyan, hogy a kevesebb az elegánsabb, az elegant járatú megyek, és nagyon minden legyen tele Mikulásra. Mert karácsonykor Mikulás egyébként is mit keres ott? De hát ugye ez már megint egy kérdés. Nagyon sok helyen ilyenkor, akinek kertes háza van, a kertet is földíszíti. Vannak ilyen kis eléggé. Még itt azért egy pár kerti törpe, vagy egyebek még úgy elférne, mondjuk, hogyha jobban megnézem. Egy húsvétra elegánsan és szépen is, sok munka van vele, de szebben meg lehet csinálni, mint ezekkel a kész izé bigyókkal kirakosgatni. Az ünnepekről, tehát még egyszer mondom, hogy az ajándék megválasztása, a hozzáállásom, hogy kit hívok meg, egyáltalán ez egy egyrészt családi szokás, másrészt pedig egy ilyen belső jó érzés. Engedjük el, ne azt nézzük, hogy mi a divat most meg a piac mit kínál, hanem hogy ami belül nekem hang, hogy azt tényleg úgy kell csinálni, ahogy azt én gondolom, és nem pedig, hogy a bugyuta amerikai filmekben sugározzák neki. Másfajta ünnepünk is van, például elmegyünk színházba. Én nem tudom, de vallják be, színházba elmenni az ünnep, nem? Hiszen azok a színészek hónapok óta azon dolgoznak, hogy nekem ajándékot adjanak ott 2,5-3 óra hosszán keresztül. Azt nekem ünnepélyesen kell tudnom fogadni is. Tehát nem csak beugrok, hanem hogy az ember úgy készül. Szerintem a színház ünnep. Rémálom. Egy budapesti nagyon neves és nagyon szép színházban voltam, egy nagyon elegáns új darabra, és az oldalsó, ezt én fényképeztem, az oldalsó páholyban láttam ezt, ingújba, mobil, és a erkély korlátjára a kaja pia dinamdánom. Mint hogyha egy ilyen mulatóba lenne, nem? Én nem tudom, hogy engedte be a jegyszedő néni ezeket oda. Vagy valami úri vendég, nem tudom, de engem ez annyira fölháborított, mert az én színházi élményemet negligálta azzal, hogy ő csak ide beugrott megint egy pezsgőt. Tehát ez valahol másképp van. Ahogy bosszant bennünket, ha valaki cukrot szopogat, és halljuk magunk mellett például. Mert a színház élményemet rontja el vele. Tehát a színházban az ember, ahogy fölöltözik otthon már, most nem azt mondom, hogy most mint régen, hogy frag van, meg nagy estély, meg minden, mert az operában talán az ember még inkább engem az a smokingba és hosszú ruhába menjen, de átlagszínházban ma már ennyire nem öltözünk ki, de azért valamennyire csak ki kell, vagy valamennyire nézzünk ki. És azt mondják, de ó, hát sokan, hát nézd meg, farmer beül be, az első sorban mindjárt. Miért van ez? Mert nagyon sok helyen, amikor, amíg még volt turizmus, ugye sajnos most nincs, jönnek ide külföldiek, és a szállodaportán, hogy nincs valami kultúrjegy. És arra a muzikerre mondjuk két jegyet. És akkor ők, mivel nem készültek rá, hogy most muzikerre mennek, abban, amiben turistaként voltak, abban jönnek el a színházba. De ez nem rendező elv. A rendező elv az a mi belső hangunk, hogy mi szépen fölöltözünk. És amit tapasztalok és látom, hogy higgyék el nekem, hogy a mai 20 évesek sokkal szebben fölöltöznek a színházhoz, mint a belefáradt 40-50 évesek. Tehát a fiatalok már megint tudják, hogy az ünnepnek kéne tekinteni. Ez ugye a színház lekabátolás, hogy mikor kabátot, hogy kell kinek, férfi, nő, mikor vessük le. Bejönnek ugye a hidegből a melegbe. A férfi, hogy ne melegedjen a nőre a kabát, azonnal lesegíti a nő kabátját, karjára teszi, és a ruhatárnál leveszi a sajátját is. Visszafelé, meg hogy idejekorán nem melegedjen rá a nőre, a férfi felveszi a sajátját, és a legutolsó percben segíti föl a nőre. Ezért mi lányok, ne tiprodjunk a ruhatárba a férjünkkel, párunkkal, oszlopnál megállunk, és majd odahozza. A széksoroknál, de ezek, széksoroknál ki vagy be. Ugye, hogy mert ezt is hetente kérdezik meg. Ugye a széksor, hogy menjünk be? Eleve, ha valakinek bentre szól a jegye, eleve menjen korábban, ezt szoktam mondani. A másik pedig, hogy ha már ott ülnek, akkor nem a fenekemet nyomom így az orruk alá, hanem szembe megyek be. Ami legalább olyan kényelmetlen, de mivel szembe megyek be, tehát az intim zóna, emlékeznek, arról sokat beszéltem, nagyon belappad, ilyenkor, aki ott ül, automatikusan feláll. Mert különben nagyon belemennék a zónájába, tehát akkor szépen eszem, és elnézést kérek, ezt tessék mondogatni, jó? Hiszen miért nem jöttem korábban, akkor szembe kell bemenni vele.
Hát enni-inni, ezt mondjuk hagyjuk. Bár ez is érdekes kultúra. Én Hajdarában, Danában 85-86-ban dolgoztam Kínába 5 hétre, meg 6 hétre. Helyettesíteni mentem annak idején ki, még nem a protokollból, előző életemből. És szóltak, diplomata ellátásban, szóltak, hogy gyerekek, Lehár Ferenc operett lesz, menjünk el, nézzük meg. És ugye elmentünk, és ott kicsit olyan meredekebb a színháznak a nézőtere, és eleve, hogy az, hát nem akarom kibeszélni, de ugye tudjuk, hogy a kínaiaknál a szőrösödés az nagyon időskorba kezdődik el, tehát nincs szakállas ember, és hogy ugye Lehár operett, mindent fölragasztottak, legyen rajtuk szőr. A primadonna, meg ahogy így jött le, ugye nálunk úgy levonul Honti Hanna. Ők meg úgy lejöttek a lépcsőn. Szóval nem nagyon tudták még, de igyekeztek. Ami mondjuk érdekes, hogy mivel a kínai nyelvben a dallam is számít, hogy milyen dallammal mondom azt a szót, tehát a beszédben az is értelmében beleszámít, mivel énekeltek, két oldalra ki volt vetítve kínaiul a dalnak a szövege, hogy lássák, hogy miről szól az egész darab. Na ott láttam azt a nézőtéren, hogy még a lépcsőn is ültek, és szotyoláztak, kólát szürcsöltek, volt, aki cigarettázott. Tehát náluk nyilván az európai kultúra, az ő kultúrájukban ez másképp van benn, ők ezt népünnepének tekintik. Nálunk meg a színház egy valóban van egy ünnepnap, tehát nyilván, hogy nálunk ilyen nem lehet. Valaki cukros, diabetes, minden, akkor legyen nálad, vagy a szünetbe kapja be azt a kis csokikát. Szoktam mindig mondani. Esküvő, mint ünnep. Erre is nagyon sok kérdést kapok. Ugye az esküvő az a ceremónia, az a ceremónia maga, tehát az nem a dinomdánom, az csak a ceremóniát jelenti az esküvő. Nagyon sok probléma van, például sokan hívnak föl, hogy elváltak a szülők, és ott a nevelő apja neveli 15-20 éve, és ő annyira ragaszkodik hozzá, hogy szeretné, hogyha ő kísérné be, de van az édesapa is, hogy a kikísérje be a mennyasszonyt. És akkor megmondja, ezen nem kell ezen különösen elgondolkodni, ez egy angol száz szokás. Majd Európában ezt nem így szoktuk. Európában, ha most becsukjuk a szemüket, ugye a fiatal pár egy falusi esküvőnél is. Megy be a templomba, ilyenkor a vőlegény balján van a mennyasszonya. Oda mennek, megesketőznek, és mikor megfordulnak, akkor a férjnek a jobbján van a felesége, és kijönnek. Ez angol százaknál azért nem lett így, mert 8. Henrik, ugye ismert alakja a történelemnek, belebolondult ebbe a Boleyn Annába. Ő meg azt mondta, hogy addig nem, amíg nincs esküvő. De Aragóniai Katalin meg a felesége volt előtte már. És ugye nem akart elválni, mert katolikus volt, ő nem válik, de hát a Boleyn Anna meg addig nem. Szóval bajba volt a 8. Henrik, és a pápához fordult válási engedélyére, meg azt mondta, hogy nem. Erre mit csinált? Akkor leszakadunk a római katolikus egyházról, és anglikán egyházat hirdetünk meg, én vagyok a feje, mondta a király. És akkor azóta az anglikán egyház feje az mindig az uralkodó, és ugye mivel leszakadtak Rómából, tehát már az nem is érdekes, elveheti a Boleyn Annát. És akkor mivel ő az egyház feje volt, benne állt már az oltárnál, és neki beszervírozták a Boleyn Annát. És ezóta vált angol száz szokása, hogy ott bekíséri valaki az arát az esküvőre. Melyik ujján van a gyűrű? Ezt is sokan kérdezik meg. Na most a eljegyzési gyűrű, mint fogalom, ugye a brillekkel, hát ugye látjuk amerikai filmekben, ez nálunk nem volt szokás. Nálunk az eljegyzésre a fiú fölhúzta a karikagyűrűt a nőnek a jobb gyűrűs ujjára. És a férfi is az ő jobb, baloldali ujjára. És amikor megvolt az esküvő, tehát az esküvő ceremónia végén, meg a jobb kézre került föl a gyűrű. Tehát, hogy melyik ujján van a gyűrű, jelezte, hogy mennyasszonya vagy már feleség. Tehát eljegyzési gyűrűt nálunk nem volt szokás, de én azt mondom, hogy ne fogják vissza magukat. Szóval egy nőt ezzel olyan nagyon nem lehet megbántani, szoktam én mondani. Kell-e vinni nász ajándékot? Ha az ember az esküvőre van meghívva, az egy ceremónia, arra nem kell. De ha a lakodalomra is meg van hívva, akkor meg már kell. Tehát attól függ, hogy mert például kollégának esküvője van, akkor a munkatársak adhatnak ajándékot neki, úgy ott benne a hivatalban valami kicsit. De a ceremoniális ajándék ott a templomban, nem tudom, házasságkötőteremben, hogy hát ez itt van egy kompótos készlet, az nyilván ott már nem.
hanem azt, aki megvan a lakodalomba hívva, arra kell. És hogy mi legyen a NASZ ajándék, egy velem esett meg, hogy kapta egy olyan jó baráti házas pár, végre összeházasodtak, és gyönyörű szép meghívót küldtek, és a meghívóban egy kis kartonlap volt, külön beletéve, hogyha örömünket ajándékkal szeretnéd kifejezni, ilyen és ilyen áruházban, ilyen néven ajándéklistát helyeztünk el. Hát engem a víz kivert. Hát mondom, ki tudja, miket írtak ezek közben, olyan nagyot én nem akartam az venni, nem volt olyan közeli a barátság. Elmentem, és annak idején ez a Kátainak hívott ilyen vasedény áruház volt, és a dugóhúzótól a herendegészetig minden fönn volt. Tehát 800 forinttól 40 ezer forintig bármit lehetett választani. És akkor kiválasztottam a papírt, hogy mibe csomagoljak, és a bolt ki is vitte, tehát nem volt vele gond, ezt meg lehet oldani. Vagy hogy mit szeretnének kapni, ezt is meg lehet tudni, meg lehet kérdezni a fiatal pártól. És azt mondják, hogy hát ők már megvan minden, de el akarnának menni a Maldív-szigetekre, akkor kérhetnek pénzt is. Most a pénzt azt nyilván a homlokára, hanem borítékba, rajzolok rá egy kis pálmafát, egy kis szívecskét, vagy mit tudom én, mit a tárgyiasult, át eszem azt a pénzt, és azt adom át nekik, így nyugodtan meg lehet csinálni. A meghívó átadása, ugye az a szokás nálunk, hogy a ceremóniára szóló meghívót a fiatal pár személyesen viszi el és adja át a meghívójukat. De ez nem mindig jön össze, ezt meg lehet oldani úgy, hogy SMS-be vagy Messenger-be küldöm el, de úgy, hogy írok egy kedves privát szöveget, és befénymásolom a meghívót, amit egyébként átadnék személyesen. Hiszen nem tudom Londonba elvinni azt a, mondjuk holnap után azt a meghívót. Tehát így, de úgy, hogy nem csak magát a meghívót küldöm, hanem írok hozzá valami szöveget, hogy mit szeretnék én neki elküldeni. A lakodalomra, meg esküvőre mit vegyenek föl? Nagyon sokan kérdezik, hogy mit vegyenek föl. Na most, amit tudni kell egy nőnek, hogyha ő vendégként van meghívva egy esküvőre, hát nyilván nem mennyasszonyként, hanem vendégként, nem lehet fehérbe. Az a mennyasszonynak a ruhája. Nem lehet rajta fehér cipő, mert az a mennyasszony cipője a fehér cipő. Tehát egy nőnek fehérben nem szabad menni. És egyszer most kérdezte meg, talán két hete tőlem egy nő, hogy ő csak ismerősként van meghívva, hogy mehet-e feketébe? Mondtam, hogy nem, mert feketébe sem mehet. Ha van az a kis fekete ruhája, vegyen hozzá egy piros kabátkát, vagy egy sárga kabátkát, tehát ne a feketébe maradjon, mert azért egy esküvőn elég rossz fényt vet arra a fiatal párra, hogyha valaki gyászol. Na most ma már nyilván az esküvők is, pláne az esküvőknek szoktak ilyen, meg a lakodalomnál ilyen bohókásakat, ilyen fantáziadúsokat, leugranak ejtőernyővel, meg mélytengeri búvárként, meg minden. Hát nyilván vendégként nekem nem kell se leugrani, se lemenni a víz alá, hanem akkor a parton várom elegánsan, és annak rendje módja szerint. Ma már az esküvő szervezés, ez egy ilyen nagyon magasfokú tudomány lett, már egy évre előre szervezik az esküvőt. És ha közben összevesznek, én mindig mondom, hogy tervezik, jövő augusztusra tervezik az esküvőt. Na, rendes dolog, hogy ennyire bíznak a kapcsolatukban, hogy ez csak úgy hirtelen addig megmarad. De hát nyilván lehet ilyen, hiszen nem kétlem, hogy van örök szerelem, csak legfeljebb csodálkozom. Na, szóval a lényeg, hogy lehet ezt tervezni előre. De ilyenkor, aki szervezi a fiatal páron kívül első perctől kezdve legyen ott valaki, ez általában a NASZ nagynak a szerepe, ez a régi magyar szavunk van arra, aki végig ott van a különböző ceremóniák megbeszélések, tehát aki koordinálja, hogy úgy mondjam, aki menedzseli ezt az egészet. A vőfény az adott esküvőre csak a lakodalomra maga a ceremóniamester. Ez megint felkapott szakma lett, aki mindenféleket humoros verseket mond meg. Meg akkor most nem mondják párkozott. Szóval, amikor úgy ami dirigál egy lakodalmon, ami néha nem árt, valljuk be őszintén, mert az sokszor leül az egész. Ja igen, hogyha a két rokonság nagyon utálja egymást, de nagyon, akkor ilyen U alakú asztalt kitenni, öngyilkosság, mert egyik legyen oda, másik oda, életben nem beszélgetnek. Innenkor ilyen szórtasztalokat szoktam javasolni, mert ugye eszik-iszik, föllazul annyira, hogy utána csak szóba áll azzal a másik asztallal is. Meg amit még szoktak esküvőre kérdezni, hogy van a mennyasszony meg a vőlegény, mennyasszonynak is van saját papája, fogadott papája, mamája, papájának a új felesége, tehát minden legalább 4-5-6 pár szülőpár van. Hogy ültetési rendet hogy kell csinálni. Mert valaki biztos megsértődik. Hogyha az édesapja meg az édesanyja van mellette, és annak a párja valahol ott, hát az nem igazán lesz boldog.
Én akkor azt mondom, amikor ilyen nagyon vegyes a család, hogy legyen egy asztal két székkel, fiatal férj, jobbján ugye az ifjú feleség, ők ketten ülnek ott, és mindenki már szanaszét ül. És akkor már nincs veszekedés, hogy ki hova került. Na, megyünk vendégségbe. Ez is egyfajta ünnep, hiszen vendégségben, legalábbis bízunk benne, hogy örömmel megyünk abba a vendégségbe. Egyébként nyugodtan le lehet mondani, hogy nem, köszönöm szépen, de nem érek rá. Tehát nem kell elmenni, ha hívnak valahova. Akkor megyek el, hogyha tényleg szívesen megyek oda, akkor lesz értelme annak, hogy oda megyünk. Ha csak úgy baráti társak, akkor megkérdezem, hogy mit vigyek. Tehát meg lehet ezt beszélni, de ha mondjuk egy formálisabb látogatás, akkor nyilván az ember ezt nem beszéli meg előre, mert feltételez, hogy a fogadó fél fölkészült mindenfajta földi jóval, de azért egy üvegital például soha nem árt, vagy egy kis tányér süpemény, hogyha valaki tud sütni otthon, és akkor azt viszi. Tehát valamit azért vinnünk kell, a csokorvirág egy üvegital, az mondjuk a commerce, amiből biztos, hogy nem lehet semmi baj. Pontosság. Ha az embert meghívják, hogy 8-ra gyere egy vacsorára, akkor ha ő csak 8:45-kor vagy 8:30-kor esik be, az összes étel tönkrement. Összefonnyadt a sült hús, a salátának. Tehát hogyha vacsorára, tehát lesz főtétel című dolognál, nagyon be kell tartani az időpontot, mert a házigasszony úgy készült föl rá, hogy akkorra fogunk érkezni. Lehet valamennyivel korábban, nem fél órával, hanem mondjuk 5 perccel korábban lehet esetleg érkezni, de inkább maradjunk a pontos. Na, addig el vagyunk a ház előtt. Megérkezünk. Ha ez télen van, akkor alaposan megpucoljuk a cipőnket, mielőtt még becsöngetnénk. Sőt, mi több, hogyha mondjuk ez egy szilveszteri buli, akkor van nálam egy ottani cipő, amit majd ott át fogok venni. Tehát becsöngetek, ilyenkor a házigazda kinyitja, és meg kell várni, hogy a vendég bejöjjön. Küszöbön keresztül a postással beszélgetünk, meg a gázolaj leolvasóval. Ha akkor válik vendégem, még ha belép a küszöbön, akkor lehet köszönteni kézfogással, öleléssel, ugye, ami szokás abban a körben. És akkor itt levetjük ugye a kabátot, és alatta ott vannak ezek a vendégpapucsok. Hát én konkrétan látom mászni rajta a gombát. Mi az, hogy én vagy? A lábfejem borzasztó intim területem, hát azt lemesztelenyíteni, hogy nézd. Lányok, elmegy egy szilveszteri bulira, fekete ruha, piros öv, piros cipő. Vesd le a cipőd. Oda az egész szerelés. Tehát az, hogy a cipőjét levesse a vendég, ezt nem kérheti a házigazda, mert a lakás van, értem, és nem fordítva. Hogyha a lakásra vigyázok annyira, akkor ne hívjak vendégeket. Nyilván a vendég nem fog lehamúzni, meg nem szándékosan nem fog piszkítani, hogy a cipőt, ha meg olyan, akkor sáros az idő, akkor viszek magammal egy ottani, és átveszem a cipőmet, de mezítlábzokniba, pláne férfizokni, ma nem megyek be abba a lakásba. Meg a elegáns fotel, csipketerítő, gyertya, minden, én meg ott a zokniba, szóval nem igazán, nagyon nem szeretem ezt a különböző cipőlevételt. Azért egy kis történelmi háttér. Ez olyan kb. 150 éves illemtankönyvből van. Bemenni. Bemenés előtt ki kell fújni az orrunkat, rendbeszedni öltözetünket, hajunkat, hogy illendően jelenjünk meg. Nem illik a felöltőt és a sárcipőt a fogadóteremben magunkon tartani, bármi rövid is legyen a látogatás. Ahol nincs bejelentő személy, jól csak kimenős, ott a bemenés előtt a szoba ajtaját meggörbített középső ujjunk kiálló hajlásával kétszer egymás után gyengén, de hallhatóan megkopogtatjuk. Figyelmeztetés, hogy a háznépet rendetlen helyzetben meg ne lepjük. Hirtelen belépéssel, egyszer, mint engedélyt kérünk a bemelterre. Ha ilyen forma jelre adott felelet nem jő belülről, hogy szabad vagy tessék, vagy nem oly szép modorban, hogy lehet, akkor még egy ízben hasonló modorban kopogtatunk. Ha erre se jő felelet, ez annak a jele, hogy vagy nincs bent senki, vagy ha van, akkor a gazda nem fogadhat látogatást, vagy nem akar fogadni. Kopogtatás nélkül benyitni valahol az ajtót, annyival inkább bemenni, megbocsáthatatlan vakmerőség lenne. Alacsony házaknál, ablakokhoz kerülve, ott nézegetni befele nem illik. De hát ezt is nyilván annak idején szabályozták. Ha az ember egy italra hívják meg, az általában egy másfél óra hossza, de az nem hosszabb.
Ha ebédre vagy vacsorára, akkor az ebéd meg a vacsora plusz még fél óra. Tehát az se az, hogy hajnalig ott legyen. És ezt azt hiszem a múltkor az étkezés protokollnál elmondtam, hogy mindig a házigazda fejezi be. És ezt magyar fülnek, hogy én rakjam ki a vendéget. Igen. Na, megittuk a kávét, eltelt még egy negyed óra. Hát remélem, hogy ez lett az étel, finom volt nektek, és ez lett, ugye milyen jó volt az a manyukának az a húsos tésztája a végén. Igen, egy kávét kértek még? Tehát ráutaló magatartásnak, vagy nem szólalok meg. És akkor a vendég áll föl, vendégként legyen szemünk és fülünk arra, hogy akkor fölállok és el akarok menni. Hát akkor azt mondja a házigazda, hogy ugyan, hát maradj. Én azt mondom, hogy és azt engem a barátaim ismernek, és hogy azt mondom, hogy most megyek el, akkor én most elmegyek. Tehát az ember akkor már el akar menni. Tehát nem kell fölöslegesen, pláne nem úgy, hogy csak proforma csinálni, hogy hagyd maradjon. Ne, akkor már föláll, el akar menni, akkor inkább menjen el, sokkal hamarabb szabadulunk, minden szempontból jobb. Ha egy kávéra hívnak meg, vagy egy italra, ugye akkor lehet ezt fotelbe, dohányzóasztalnál szépen megcsinálni. Itt a lényeg az, hogy több embert tudok úgy vendégül látni, hogy nem kell nekik különösképpen erre fölkészülniük. Az ebédvacsora az nyilván már egy zártabb körnek, egy fegyelmezettebb körnek szól. Több napra meghívni valakit meg ugye nyaralóba, hát az elég rizikós. Mert lehet, hogy baromi jó munkatárs, imádjuk egymást, együtt járunk ki kávézni, meg minden. Jöjjön le hozzám 4-5 napra a Balatonra, a vikendházunkba. És ott rájövök másnap, hogy nem kellett volna. Horkol, papucsával klapfog éjjel, reggel menne futni, de a kutyák még alszanak, nem szereti a tojást, megmondja, hogy mi legyen az ebéd, szóval nem biztos, hogy oké. Tehát a több napra olyat hívjunk meg, akiben már biztosak vagyunk. Tehát akiben már várható az, hogy na, tényleg akkor ezt most már el fogunk viselni vele egy pár napot. Egyébként a több napra megyünk, azt nem tudom, hogy fölírtam, nem. Ha több napra megyünk, akkor az a régi-régi illemtankönyvben benne van egy olyan, hogyha több napra megyünk, ugye mit vigyünk, mi legyen a bőrönbe, a személyzettel hogy kell kommunikálni, illetőleg kinek adjuk a személyzetből a borra valót a végén. Tehát ugye volt inas, Downton Abbey, tehát ennyi szolga, és akkor ilyenkor a komornyiknak, tehát a legmagasabb rangú szolgának adni azt a pénzt, amit a majd aztán szétoszt jobb esetben a többi ott levőknek. Na, ünnepi étkezéseknél mit szoktak adni? A farsangi időszakot, a húsvétot megelőző 40 napos bőjt zárja. Húshagyó kedd, a nevében is benne van, úsos ételek fogyasztásának utolsó napja, ezt követően hamvazon szertáig nagy bőjt van. 1980 táján végzett nép, 980 nem olyan régen, néprajzi gyűjtés, a következő bőjti menüt tálalták. Hétfő lebbencsleves tojásbodag, ugye a keresztelen, lepénkenyér, jót mondtam? Kelesztetlen. Kedden krumplileves, szerda korpacibereleves és tojásbodag, csütörtökön laposborsó, péntek savóleves tojásbodag, szombat krumplis tarhonya, vasárnap mákos guba és mézes csík. Része lehet a tojásos galuska és a krumpli tojása. Tehát elég keményen tartják a bőjtöt. Én azt mondom, hogy a hal az azért belefér, de hát ez tényleg mindenki a családban dönti el. A lényeg, hogyha én valakit vendégül hívok meg otthonra, mivel kínálom meg? Az ilyen húsvét karácsony, vannak tipikus menüsorok, ezeket minden háziasszony tudja, azoknak nyilván ott szerepelnie kell. Vannak a pulykások, meg a halasok, tehát ezt én szoktam szedni. Hogy mikor vendéget hívunk meg, ugye hányan férnek el? Mert nem mindegy. Hogyha ülőorganizóra, az nagyon kettő, többször is elmondtam már, ez annyi személyes, ahány fotel van plusz kettő. Mert a kanapénak csak két vége van. Hát ki szeret kanapén középen ülni? Elférek, de nem férek. Hát ez 4 ember. És ami még jó, hogyha tudunk vigyázni rá, hogy nagyjából szintbe üljünk. Tehát az egyik fotelbe, a másik széken, tehát azért nagyjából egy vonalban legyünk emberekkel. Tehát ha azt akarom, hogy leüljenek és beszélgessenek, és netántán egyenek is valamit, egy szendvics vagy egy pogácsa, akkor hány szék van, hogy tudom berendezni. És nem úgy, mint a moziba, hogy na még akkor, régen, mikor csak egy tévé volt az egész utcában, jöttek tévét nézni az is, a szomszédok, és akkor itt sorban voltak rakva konyhaszék, minden, hogy beférjenek.
ugye mikor, hogyan hívjunk meg, azért kell adni rá legalább egy két héttel korábban szólni, hogy jöjjenek el, hogy legyen idejük lemondani, ha nem akarnak eljönni. Hogyan mondjunk nemet? Az első, az a legegyszerűbb megoldás, hogy ó, nagyon szívesen elmennék, feltehetően el is tudok menni. Ez a feltehetően. Ez azt jelenti, hogy még nem tudom. Csak előtte akkor két-három nappal szólni kell, hogy tényleg el tudtam-e vagy menni, vagy nem tudtam elmenni. Vendégként mit vegyek föl? Ugye, hogyha délután, mondjuk, hogyha vasárnap délután, akkor kicsit elegánsabb, mint egy hétköznap délután, de az este 6 óra után az mindig valamilyen ünnepélyes. Ez nem azt jelenti, hogy frak, de legalább ing legyen egy nyakkendővel, a lányoknál egy ruhakabátkával, egy kosztümrozat. Az esti alkalmakra azért már valahogy szebben öltözzünk föl. Megint nem azt mondom, hogy földigérő ruha és könyököt takaró kesztyű, maradjon a Downton Abbeyre, de szép, igyekezzünk szépen fölöltözni. Az végül is ünnep, ha megyek vendégségbe. A kínálásnál, ugye, mikor megérkeznek a vendégek, mielőtt még leülnénk enni, mondjuk, hogyha az ebéd vagy vacsora, előtte szoktunk kínálni ilyen valami italokat, akkor van a baj, hogyha a család feje, vagyis inkább úgy mondom, hogy a férj, akkor ihat csak, ha vendég van. Mert anyu különben nem engedi meg. És akkor a házi közde, hogy ígyunk, ígyunk. Én meg nem akarnék, mert mondjuk nem akarnék. Cukros vagyok, vagy terhes, vagy kocsival vagyok, nem akarnék. Az első poharról engedjük kiönteni, mert ő már alig várja, és azt az egy poharat emelgetjük egész este. Tényleg milyen finom illata van, biztos kis üst, nagyon remek. És akkor én emelgetem, mert még iszik, tehát végül is meg lehet oldani. Azért arra vigyázunk, hogyha pláne étkezni hívunk meg valakit, hogy nincs-e valamilyen előírásos étkezési szokása. Tehát vilisztérzékeny, vegetariánus, vegan, az előre azért ez jobb, hogyha mi is tudjuk, hogy olyat adjunk fel, amit ő is meg tud enni. Ha nagyon sokan jönnek és nem férünk el, erről a múltkor már beszéltem, hogy akkor inkább álló alkalmat tartok, tehát megvan a konyhaasztal szépen kinyitva, fehér abrosszal, kaják fölrakva, és ki leül a fotelbe, kimegy a kertbe, tehát ahol éppen ráír, ott teszik. Tehát nem kell leültetni közbe, hanem álló alkalmakként kezelem. Ilyenkor az álló alkalmaknál azt emberre emlékeznek, hogy mindent egy villával kell tudni megenni, tehát úgy illik adni, hiszen ha állva eszik, akkor nem tud késsel villával lenni, mert hogy? Lerakja ide, és akkor... Tehát állva egy villával olyanokat kell föladni. A karácsonyi asztal, vagy bármilyen asztal, gyönyörű szép terítékkel, minden díszekkel megcsinál, álom szép. Gyönyörű szép fehér terítő, zöld-piros szalvéta, karácsonyi asztal, középen a gyönyörű szép karácsonyi dísz, és vendégek leülnek, és te jössz be a levessel. Az asztali díszt, az nem egy ilyen szép, mert közben mert semmi más nem fog odaférni. Inkább azt mondom, hogy terítékenként egy apró kis díszt, és nem középre egy nagyot, mert mondom, azzal nem biztos, hogy volt. És megint a jó ízlés és a szép érzék. És utolsónak, amit mindig elmondok, mert soha nem tudom eleget mondani, asztalnál evés, az a láttad te már enni. Ünnepi alkalmakkor különösen az a legszebb evőeszközöket veszem elő, meg a legszebb tányérokat, szalvétát. Azért ott kéne, még hogyha a család maga van akkor is, nem mackónadrágba üljön le a karácsonyi vacsorához, meg a joggingjába, hanem ahhoz, a család is öltözzen egy kicsit jobban föl. És amikor fölteszi a villára a falatot, letámaszt, és olajfúrót húzik, megy így rá, az úgy nem jó. A könyököt nem rakhatja az asztalra. Tehát ezt tudják, ezt mindig elmondom, most is elmondtam, könyököt nem rakunk az asztalra. Na, ünnepek, tehát ami a lényeg ebből az egészből, hogy nem az az ünnep, ami a naptárban benne van, hanem amit én annak tartok, amit én ünnepelek, ami a lelkemnek boldogság, az lesz az ünnep. Úgy lehet igazán ünnepelni. Ezt mondjuk Márai Sándor sokkal szebben mondta el helyettem. Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát, keféld meg a hajad vizes kefével, tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata volt. Az ünnepet nem csak a naptárban írják piros betűkkel, nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vadörömmel ünnepeltek. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl rá testben és lélekben. És nem csak a naptárnak vannak piros betűs napjai.
Az élet elhoz másféle, nem látható ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj és ünnepelj. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen!